Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Szakképzés. Évnyitó konferenciát tartott a Kereskedelmi és Iparkamara. Szabadidőközpont és adósságkezelés. Ülésezett a Szekszárdi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Új benzin. A szakember szerint akár teljesen tönkre mehet az autó, ha nem kompatibilis az új üzemanyaggal. Kit terhel a felelősség? Hiába nincs tábla, nem mindig köteles fizetni a vadásztársaság. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A piac és a vállalkozások munkaerő igényeihez igazodik az új szakképzési rendszer. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara most a szakképzésben érintett szakembereknek és cégvezetőknek tartotta az átalakítással kapcsolatos évnyitó konferenciát. Az idén elinduló új szakképzési rendszer alapjaiban változtatja meg a szakmák eddigi oktatását. Ez a diákoknak és a majdani foglalkoztatóiknak is hatalmas lehetőséget, de ugyanakkor felelősséget is jelent, amikre érdemes jó előre felkészülni. Ezért szervezett a szakképzéssel foglalkozó évnyitó konferenciát a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ami fő gond a vállalkozásokban ma, az a munkaerő területén van, vagyis a szakképzett munkaerő. És amit nyerhetnek, hogy talán szakképzett munkaerő meg tud jelenni a piacon. Az új szakképzésben tanuló diákok már egy a kor igényeihez sokkal jobban alkalmazkodó rendszerben tanulhatnak, de a továbbtanuláshoz szükséges akadályokat is egyszerűbben vehetik a szeptembertől induló 5 éves képzést kínáló technikumoknak köszönhetően, ráadásul a tanulásért cserébe ösztöndíjat kapnak. Minden szakképzésben lépő tanuló alanyi jogon ösztöndíjra lesz jogosult. Ez az ösztöndíj jogosultság akkor illeti meg a tanulót, hogyha szakképzésbe lép be, függetlenül attól, hogy milyen ágazatban és majd később milyen szakmát fog tanulni, ez egy alanyi jogú juttatás. Az új szakképzési rendszer oktatási anyagai már kidolgozás alatt állnak, a szeptemberi tanévkezdésig azzal is elkészülnek a szakemberek. 26 új gyógyszer kap társadalombiztosítási támogatást szerdától. A gyógyszerek a daganatos és a vérképző rendszert érintő rosszindulatú betegségek, a vérzékenység, a hepatitis C, a szklerózis multiplex, a Parkinson-kór, az asztma egyik formája és szívelégtelenség kezelésére használhatóak. Emellett a kórházi ellátás során igénybe vehető készítmények palettája is bővül, és ugyanez elmondható a járóbeteg ellátás keretében a kiemelt vagy emelt támogatással vényre rendelhető gyógyszerek köréről is. Szabadidőközpontot alakítanának ki Szekszárdon a helyi gazdasági és városfejlesztési bizottság tagjai a régi úszoda épületében. Erről döntöttek hétfői ülésükön. Emellett a város 400 millió forintos kintlévőségével kapcsolatban is szavaztak, a legnagyobb adósok ellen végrehajtást kezdeményeznek. 400 millió forint kintlevősége van a szekszárdi önkormányzatnak. A pénz jelentős részét a város tulajdonában álló cégek halmozták fel, a legtöbbet 227 milliót a már nem működő Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft., de a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. És a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Is összesen 12 millió forinttal adós az önkormányzatnak. A 400-ból 170 millió forint kintlevőség már több mint másfél éve fennáll. A Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának tagjai ezért most kezdeményezik a tartozások behajtását. Vannak olyan tartozások, a 10 legnagyobb adózó vagy tartozó között, akivel kapcsolatban egyelőre nem kezdődött meg semmilyen behajtás, és már 500 napot meghaladó késedelemben vannak. Arról határoztunk, hogy itt a behajtási eljárást el kell indítani, nyilván nem az önkormányzati cégekre, hanem a többi adóssal kapcsolatban. A régi úszoda épülete is napirenden volt. A bizottság tagjai arról döntöttek, hogy felkérik a szekszárdi mérnöki iroda vezetőjét. Vizsgálja meg, hogy az épület az új úszoda elkészültéig használható-e újra az eredeti funkciójára. Valamint egy másik napirendi pontban az ingatlan későbbi hasznosításával kapcsolatban is elfogadott a bizottság egy közös állásfoglalást. Egy rekreációs szabadidőközpontként lehetne felújítani, illetve újjáépíteni, nyilván most már modernabb technológiával, amiben üzleteket, masszázst, szalont ki lehetne alakítani, ami bevételt is hozna nyilvánvalóan az úszodának. Szeretnénk itt egy mászófalat is, mert ez is nagy hiánya megyében, nagyon nagy az érdeklődés rá,
legyen benne egy kis élménymedence. Bomba Gábor, a bizottság elnöke azt mondja, a fejlesztéshez szükséges forrás az önkormányzat rendelkezésére áll. Az ülésen a közétkeztetéssel kapcsolatban is döntés született. Ennek értelmében a bizottság tagjai felkérik a város főkertészét, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat területei között vannak-e zöldség és gyümölcs termesztésre, valamint palántanevelő kialakítására alkalmasak, az ezekben esetlegesen megtermelhető élelmiszereket pedig a helyi közétkeztetésben akarják később hasznosítani. Az elmúlt időszakban több olyan bűncselekmény is történt Tolna megyében, melyek során az elkövetők a nyitva hagyott ajtón, ablakon keresztül, vagy a ház saját kulcsával jutottak be az ingatlanokba, és onnan nagyobb értékű készpénzt loptak el. A rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot, és azt javasolja, mindig tartsuk magunknál a lakásunk kulcsát, és csak abban az esetben hagyjuk nyitva az ajtót, ha oda tudunk rá figyelni. Több betörés is történt Tolna megyében a tavalyi év végén. Az elkövetők rendszerint a nyitva hagyott ajtót, ablakot használták ki, vagy éppen azt, hogy az ingatlan tulajdonosa a lábtörlő vagy a virágcserép alá rejtette a kulcsokat. A rendőrség szóvívője azt mondja, akkor is érdemes bezárni az ajtót, ha kivisszük a szemetet, vagy kikísérjük a vendégünket, mert a betörőknek elég néhány perc értékeink ellopásához. Az áldozattalálás megelőzése érdekében a Tolna-megyei rendőrfőkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogyha otthonukból távoznak, akkor az ajtót, ablakot gondosan zárják be. A földszinti lakásban élőknek fokozottan ügyelniük kell arra is, hogy csak akkor hagyják nyitva az erkélyajtót, ha abban a szobában tartózkodnak, amiben az ajtó van. Azt is tanácsolják a rendőrök, hogy ne hagyjuk a táskát, kulcsot vagy egyéb értéket a bejárati ajtó közelében vagy jól látható helyen. Továbbá a kulcsokat mindig vigyük magunkkal. A lakóház kulcsait, ha elmegyünk otthonról, ne a régi megszokott helyeken, virágtartóban, villanyóra szekrényben, lábtörlő alatt tartsuk, hanem tartsuk magunknál. A bejárati ajtóra érdemes nyitás érzékelőt szerelni, így azon nem lehet észrevétlenül bejutni. Ha pedig mindenáron otthon akarjuk tartani pénzünket vagy egyéb vagyontárgyunkat, azokat zárható, rögzíthető széfbe rakjuk. Május 1-ig lehet igényelni az elektromos autókra járó állami támogatást. A 2018 óta futó pályázat keretéből megmaradó összeg még közel 500 autó megvásárlásának segítésére elegendő. A támogatásra magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek és Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fióktelepel rendelkező jogi személyek is nyújthatnak meg kérelmet. A támogatás mértéke a bruttó eladási ár 21%-a, legfeljebb 1,5 millió forint lehet. A pályázaton eddig 2,3 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg, amiből 618 gépkocsi finanszírozásához már 920 millió forintot ki is fizettek. Megnyugodhatnak a 2004-2005 után gyártott autók tulajdonosai, az ő járművüket biztosan nem teszi tönkre az új összetételű E10-es benzin. 2020. január 1-től a sima 95-ös benzinben a kétszeresére emelkedett a biokomponens aránya. Az új összetételű E10-es benzin azonban sok régebben gyártott, jellemzően 15 évesnél régebbi autókban károsíthatja a tömítéseket, a gumi és műanyag alkatrészeket, továbbá rozsdásodást okozhat. Vannak adalékanyagok, amik tompítják ezeket a kémiai folyamatokat, de a drágább üzemanyag tankolása is megoldást jelenthet számukra, mondja a szakember. Antal Zoltán autószerelő éppen azt mutatja, mely alkatrészek mehetnek tönkre attól, ha az új benzinkeveréket nem bírja az autónk. Az új szabályok értelmében ugyanis a magyar kutakon 2020. január 1-től a sima 95-ös benzinben a kétszeresére emelkedett a biokomponens aránya. Ezt a benzinkutakon az E10 matrica jelzi. Környezetvédelmi szempontok miatt növelték a benzinben a bioetanol arányát, ugyanis ennek az égetése összességében 60-70%-kal kevesebb széndioxid kibocsátással jár, mint a fosszilis, nem megújuló forrásból származó kőolaj alapú benziné. Az új összetételű üzemanyag azonban árthat a régebbi, jellemzően 10-20 éves autóknak, mert az erőforrásait még nem feltétlenül az alkoholos benzinhez tervezték, így nem tudni, jelentkeznek-e majd a károsodás tünetei. Egy az, hogy a gumi alapú anyagok, ami az üzemanyag rendszerben vannak, ugye mivel hogy az etanol az egy alkohol tartalmú meghajtó anyag, ezek sajnos marják ezeket a gumis alkatrészeket, akár tömlőkről beszélek, üzemanyagszivattyúkban benne van, bármi a porlasztó egységekbe. Antal Zoltán azt mondja, az új üzemanyag hatása nem most derül ki, hanem majd 10-20-30 ezer kilométer megtételét követően jönnek elő a hibák az autókon.
ugye előfordulhatnak ezek a porlasztó problémák, eldugulás, egyéb üzemanyag szivárgások, megdagadnak ugye a gumialkatrészek, szivárgások fordulhatnak elő, esetleg, hogy az autó nehezebben fog indulni mindenképpen, ugye hát erre azért készülni kell. A magyar programozók által összerakott 37 ezer autót tartalmazó adatbázisból kiderül, hogy a jármű kompatibilis-e az E10-es benzinnel. A 3,6 millió magyar autóból nagyjából 1 millió kocsi nem használható tartósan ezzel az új típusú benzinnel. Sokan azt gondolják, hogy egy vadbaleset esetén a vadásztársaság köteles megtéríteni az autóban keletkezett kárt, ha az ütközés olyan útszakaszon történik, ahol nincs vadveszélyre figyelmeztető tábla. Pedig egy friss, jogerős bírósági döntés szerint ez nem ilyen egyszerű. Egy férfi még 2 éve gázolt el egy őzett szexárd mellett, majd beperelte a vadásztársaságot, mert az nem fizette ki a szervizének díját. A bíróság most úgy döntött, a férfi nem is lett volna jogosult a kártérítésre. Kiugrott innen a bokorból az őz igazándiból, de ahogy nekiugrott, igazán levitte a visszapillantó tükröt, jelzőt, és félteste fölcsúszott a szélvédőre. Több 100 000 forintos kárt okozott az autójára ráugró őzennek a férfinak még 2017 novemberében. A baleset után a rendőrséget és a területért felelős vadásztársaságot is értesítette. Szabályosan vezetett, 50-nel ment, az útszélén pedig nem volt vadveszélyre figyelmeztető tábla, ezért levélben kérte, hogy a társaság fizesse ki a keletkezett kárt. Ők viszont ettől elzárkóztak, az ügyből ezért polgári per lett, amiben most született a sofőrt elmarasztaló döntés. Adott esetben a bíróságnak több mindent kell vizsgálnia, mindenek előtt azt, hogy bármelyik fél, akár a vadásztársaság, akár pedig a gépjárművezető bármilyen mulasztást tett-e, amely neki felróható a fokozott veszéllyel járó tevékenység körében. Vagyis a dolog nem olyan egyszerű, hogy ott, ahol van tábla, a sofőr terheli a kár megtérítése, ahol pedig nincs ott a vadásztársaságot. Az, hogy végül kifizet, ugyanis attól is függ, hogy a terület, ahol a vadbaleset történt, mennyire számít az állatok által sűrűn látogatottnak, mondja a törvényszék szóvivője. A bíróság azt vizsgálja, hogy az adott útszakasz vadveszélyesnek tekinthető-e, avagy sem. A közelmúltban született ítéletben egy olyan útszakaszról beszélünk, ahol körülbelül 10-15 éves viszonylatban 2 vadelütéses balesetről tudott beszámolni a rendőrség, tehát ez olyan kevésnek minősül, amely nem jelenti azt, hogy ez egy vadveszélyes útszakasz. Innentől kezdve a vadásztársaságot tehát nem terheli kártérítési kötelezettség. Az érintett útszakaszra egyébként azóta már kikerült a vadveszélyre figyelmeztető tábla. Óvodásoknak tartottak játékos bűnmegelőzéssel foglalkozó előadást a Tamási rendőrkapitányság munkatársai Értényben. A rendőrök bemutatták az egyenruhájukat, a jelvényüket és a többi felszerelésüket, de rendőr Robinak, Rossz Csont Rozinak és Rossz Csont Ricsinek, a programsorozat kesztyűbáb figuráinak is jutott szerep. Paksváros önkormányzata a Fehérvári úti labdarúgó pálya korábbi mobil lelátójának mintegy 450 férőhelyes ülőrészét a Viski Futballklubnak adományozta. A szállítmányt hétfőn rakották fel egy kamionra, mely már úton van Ukrajna felé. Hatalmas kamion tolatott be a paksi labdarúgó stadionba hétfő délután. A munkások nagy lendülettel rakották fel az egykori lelátó lebontott darabjait, melyeket a stadion építés során újakra cseréltek. Összesen 450 férőhelyes ülőrészt adományozott Paksváros önkormányzata és a Paksi FC a Viski Futballklubnak. Nehezen ment a megszerezni ott az ukrán államnak a befogadó készségét, hogy egy ilyen humanitárius segélyként jut ki egyébként ez a lelátó, hogy ezt ők fogadhassák, de ez is eltartott egy fél évig, amíg ezt sikerült megszerezni. Aztán itt a fuvar megszervezése sem volt könnyű, végül is egy viski fuvaros szállítja. A rakomány másnap indult útjára Ukrajnába, a célállomás Visk, ahova a Paksi FC NB1-es labdarúgó csapatát is várják majd egy pályaavatóra. Az atomvárosnak nem ez volt az első ajándékozása. Legutoljára éppen most októberben a Viski templomnak, a református templomnak a felújított orgonáját avattuk fel, ami szintén paksi hozzájárulásból is készült el, itt ennek a főszervezője Gárdai György volt. De adományozott már tűzoltó felszerelést is Paks, és a Viski Magyar Óvoda is jelentős paksi hozzájárulással készült el. Regionális híreink következnek. Biztos megélhetést nyújtanak, a nagyadózókat köszöntötték Kaposváron.
Nem éri el az egészségtelen határértéket a szállópor mennyisége, a pécsiek szerint mégis rossz a levegő. Az összetartás a legfontosabb, díjkiosztó ünnepség a német önkormányzatok napján. Kaposvár adójának mintegy 40%-át fizette be tavaly az a 20 munkáltató, akiket a Városházán köszöntött Szita Károly polgármester. Mint kiemelte, ezek a cégek nem csak a városfejlesztéshez járulnak hozzá, hanem biztos megélhetést is nyújtanak helyi és környékbeli családoknak. 200 millió forint iparűzési adót és közel 100 millió forint egyéb adót fizetett tavaly Kaposváron a Videoton Elektroplast Kft. Mint a cég egyik ügyvezető igazgatója elmondta, a nyugat-európai gazdaság lassulása a magyar cégeket is érintette, így őket is. A 2018-as csúcsot nem tudtuk megdönteni, de azt hiszem ezzel nem vagyunk egyedül. Érezhető volt már 2019-ben is a gazdaságnak a lassulása. A 43 milliárd forinthoz képest kb. 41 milliárd forinttal fogunk zárni az előző évben. Az idei évben ez a csökkenés ez sajnos tovább folytatódik. Hogyha 40 milliárd forintot el fogjuk érni, már boldog leszek, de egyelőre a tervszámaink ennél alacsonyabbak. A kaposvári villamossági gyár árbevétele viszont nőtt 2019-ben. Az elmúlt három évben ilyen évről évre 1 milliárd emelkedett a KVJ-nek az árbevétele, köszönhetően elsősorban a napenergiát hasznosító berendezések gyártásának. A 20 legtöbb adót befizető cég képviselőjét köszöntötte immár hagyományosan a Városházán Szita Károly polgármester. Köszönöm valamennyiük munkáját abban, hogy hozzájárultak 2019-ben is a közös jóhoz, és ez a közös jóhoz való hozzájárulásuk számomra egyben azt is jelenti, hogy egyben hozzájárultak a közös jövőhöz is. A 20 legnagyobb kaposvári adózó között van élelmiszeripari cég, áramszolgáltató és gépipari vállalkozás is. 25 évvel ezelőtt alakultak meg először kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Ebből az alkalomból rendezték meg az immár hagyományos magyarországi német önkormányzatok napját Pécsen a Kodály központban. Az eseményre az ország számos pontjáról érkeztek vendégek. A gálaesten kulturális műsorok szórakoztatták a közönséget, de számos elismerést is kiosztottak azoknak, akik sokat tettek a német közösségért. Immár 24. alkalommal került sor a magyarországi német önkormányzatok napjára, melyet minden évben január 2. szombatján ünnepelünk. 1994-ben alakultak meg ugyanis először a nemzetiségi önkormányzatok hazánkban. Az ország különböző szegleteiből érkezett vendégeket a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke köszöntötte a pécsi Kodály központban. Englenderné Hock Ibolya kiemelte, az összetartás a legfontosabb a kisebbségben élő nemzetiségek számára. Igazából, amikor ezt az országos német önkormányzat 24 évvel ezelőtt eltervezte és kivitelezte. Az volt az üzenete, és a mai napig ez az üzenete, hogy megköszönjük azoknak a német önkormányzati tagoknak a társadalmi munkáját, áldozatos munkáját, amit a németségért a településen, helyben, illetve országos szinten tesznek. A magyarországi német közösség Európa német kisebbségei számára megbízható és számottevő partner, hangsúlyozta beszédében az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának elnöke. Vince Lóránt Romániából érkezett a Baranyai megyeszékhelyre, azt mondja, csodálattal figyelik azt a jogszabályi keretet, ami a nemzetiségeket Magyarországon övezi. A közéleti szabadságot például, azt, hogy a zászlóhasználat megengedett bármilyen formában, de leginkább azt a kulturális és oktatási önigazgatást, ami az oktatási rendszert és a kulturális intézményeket illeti. Az, hogy a közösség maga rendelkezhet az oktatásáról, a művelődési életéről. A rendezvényen számos díjjal jutalmazták azokat, akik sokat tettek a közösségért. Idén először az MNOÖ egykori elnökéről, Heinek Ottóról elnevezett kitüntetést is átadták. Az elismerést két fiatal tudós vehette át, egyikük Márkus Beáta, aki a Málenki robotról készített átfogó tanulmányáért érdemelte ki a díjat. Ezt vizsgáltam meg Magyarország teljes területén, tehát minden érintett régiót megnéztem, levéltárban kutattam, interjúkat készítettem túlélőkkel, megpróbáltam minden elérhető forrást megtalálni, és úgy gondolom, hogy tényleg egy olyan munka született, hogy akit ez a téma érdekel, vagy aki érintett benne, az, hogyha ezt a munkát majd kinyitja, akkor talál benne olyat, ami őt megszólítja, ami róla szól. A gálaműsoron hagyományosan kulturális programokkal is készültek a szervezők. A fellépők a legszínvonalasabb német együttesek, illetve fesztiválokon elismerést szerzett csoportok közül kerülnek ki.
Bár jelenleg az egészségügyi határérték alatt áll a szállópor koncentrációja, a pécsiek szerint még így is rossz a levegő minősége. A Baranyai megyeszékhelyen 3 mélőállomás vizsgálja a légkör összetételét, így a Pécset sokszor gondot okozó szállópor mennyiségét is. A szakember azt mondja, csak arra alkalmas tüzelőt használjunk a fűtési berendezések működtetésére, hiszen leginkább az ilyen rendszerek juttatják ezt a káros anyagot a levegőbe. Ez a berendezés az egyike annak a 3 Pécset működő mérőállomásnak, mely a levegő minőségét vizsgálja. A monitorokon különböző értékek láthatók, amik a légkör összetevőinek mennyiségét mutatják. A kén-dioxidot méri, a szénmonoxidot alul egy ilyen Betex monitor van. Emellett az Ózon és a Baranyai megyeszékhelyen legtöbbször előforduló szállópor jelenlétét is külön mérik. Bár jelenleg az egészségtelen határérték alatt állnak a mutatók, a pécsiek szerint rossz a levegő minősége. Köd van, rossz a levegő, nem fúj a szél, nem tisztul a város, sok az autó, kevés belőle az elektromos, sokat járnak a buszok, elég magas a szennyezettsége szerintem. És mit lehetne ezzel ellen tenni szerinted? Közlekedés meg lehetne kicsit jobban szervezni, úgy gondolom, hogy az alternatív közlekedési módokat jobban lehetne irányítani, több hangsúlyt lehetne fektetni a biciklivel közlekedésre. Tejköd van, és lenyomja az összes smogot, szerintem elég vacak lehet, de nem vagyok szakértő, úgyhogy egyelőre kapok levegőt. Eddig fönn laktam a hegyen, Rácváros fölött, ott azért sokkal több oxigén volt, mint itt lent. Az alacsonyabban fekvő területeken az autók kipufogógáza mellett főként a fűtési szezonban okoz gondot a szállópor. Ez az időjárási viszonyoktól függően, illetve a lakosság szokásai miatt alakulhat ki. A szakértő szerint a gázzal működő berendezések juttatják a legkevesebb szennyeződést a levegőbe, a nem megfelelő tüzelőanyagok használata pedig kimagasló értékeket eredményez. Nagyon fontos, hogy csak olyan tüzelő anyagokat égessenek el a kályhákba, amik megfelelnek az előírásoknak, tehát itt a száraz fa és papír hulladék kivételével semmi más lakosságban keletkező hulladék égetése nem megengedett, tehát gyakorlatilag tilos. Ugyancsak tilos a kerti hulladék égetése is, melyet önkormányzati rendelet szabályoz. Az egészségtelen határértéket meghaladó szállópor koncentráció nehéz légzést, köhögést és légúti megbetegedést is okozhat. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyen esetekben minél kevesebb ideig tartózkodjunk kültéren. Veszélyes a Balaton jegén tartózkodni. A szakemberek azt tanácsolják, hogy senki ne menjen a vízre, a jégvastagsága sehol sem megfelelő. A melegebb idő miatt a kikötőkben vagy a part melletti vízterületeken képződött jég törik. Rámenni, rajta közlekedni, sportolni életveszélyes. A hatóságok a jégen tartózkodás szabályainak betartását fokozottan ellenőrzik. Ha valaki megszegi, a rendőr, a közterületfelügyelő, a halászati őr és a katasztrófavédelem akár 50 000 forintos helyszíni bírságot is kiszabhat, vagy szabálysértési eljárást indíthat. Ahhoz, hogy azért a jég legalább eléri azt a 10 cm jó állapotú 10 cm-es vastagságot, az mindenképpen szükség van több napos keményebb hidegre. A víz hőmérséklete meglehetősen alacsony már most, tehát igazából nem sok kell ahhoz, hogy megjelenjen a hártyajég, de ahhoz, hogy ez megvastagodjon, ahhoz azért szükség van egy keményebb hideg időre, és főleg arra, hogy ne fújjon a szél. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Szakképzés. Évnyitó konferenciát tartott a Kereskedelmi és Iparkamara. Szabadidőközpont és adósságkezelés. Ülésezett a Szekszárdi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Új benzin. A szakember szerint akár teljesen tönkre mehet az autó, ha nem kompatibilis az új üzemanyaggal. Kiterhel a felelősség, hiába nincs tábla, nem mindig köteles fizetni a vadásztársaság. Szerdán reggel ködös időben lesz részünk. Napközben is valószínűbb a makacs, szürke felhőtakaró a térségben, itt-ott hószálingózással, ónos szitálással, de kis eséllyel kis körzetekben elvékonyodhat a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!